Helószia, szevasztok! Remélem működik minden. Léci. Ma a technika istene / ördöge, nevezzétek, aminek akarjátok, ismételten ellenem van, úgyhogy elnézést kérek a kis késésért, de megérkeztem. Hello, bello, sziasztok! Mizu srácok! Kellemes szombat délutánt, szép jó reggelt, kellemes hétvégét, kinek éppen mi van. Jaj! Úgy, polipot eszünk ma. Már alig várom. Nem mondod, hogy késtem? Észre nem vettem volna. Nem nagyon akartak úgy alakulni a dolgok, ahogy én akartam. Szajna bajra, de hát van ez így. És most még nem is látok. Ja, megtisztítom a szemet aztán. Roli nincs itt, úgyhogy nem tudjuk meg, hogy tud-e. Én fogok polipot főzni. Rolit nem engedem a közelébe. Miért mégis polipos lányos? Nagyon nem lehet rossz. Nekem kell egy kávé, meghalok. Picit még agyhalott vagyok. Erről is standot nyitott. Hát persze. Úgy né? Szevasz, Vlad, Mizu! Hozok tejet. Lusta macska banda. Kit ment rengenik a napom. Jaj, köszönöm szépen, Vlad, hogy hozzájárultál a spoiler alert gyűjtéshez. A Balatonék, persze. Elnézést, Büfike. Az az kávé. Kávé. Kinek hogy telik egyébként a hétvége? Remélem betároztatok kávéval, energiaitallal, mindennel, nasival 24 órásra. Ugyanis ma este 7 órától 24 órás lábot fogunk tartani, holnap este hídig, egész pontosan. Úgyhogy reméljük, minél többen velünk fogtok tartani. Talán már készítettem egy jókor adagnyi rakott krumplit. Legyen kaja, ugye ma is készül finomság, meg... sütök majd citromos szeletet, ami ilyen kis nasi / édesség lesz a 24 órára, amikor szükségünk lesz egy kis cukorbevitelre. Most honnan jött Narnia? Ez valami ilyen nyelvtörő akar lenni? Elég gyenge. Hogy lehet a kávét elfelejteni? Én rendszeresen elfelejtem. Megcsinálni nem felejtem el, meginni felejtem el. Tehát addig eljut az agyam, hogy elkészítsem a kávét, azzal nincsen gond. Tudod, hány éves voltam, amikor te elláttam a macskafogót? Akkor te még nem is léteztél, kérlek szépen. Ha az a macskafogó, amire én gondolok. Tudjátok, hogy az én magyar dolgokat nem nagyon szeretem, úgyhogy... Szia! Hogy kell mondani a nevedet? Ne haragudj! Kontroll akar lenni? Azaz! Mekkora király vagyok! Lol! Kicsit lassú az agyamban. Ne haragudjatok, srácok! De rájöttem. Bú! Szasz, Leila! Hozom is egyébként. Szerintem hozzálátok a citromos sütihez, mert annak elég sok idő kell. Azt egyébként nem is fogom tudni majd most fölvágni live-ban, mert annak teljesen ki kell hűlni ahhoz, hogy fel tudjam majd szeletelni. De hogyha benéztek majd hozzánk a 24 órásra, akkor meg fogom mutatni, hogy hogy néz ki a kis sütike. De most elkezdem összerakni. Mihez kell vaj?
kettő darab. Szia, cica! Igen? A nagy? Há, tudom mi a baj. Ámletre most majonnak kell lennie. Az így. Na, már ezek meg kell nézni. Mikrofonállítás, elnézést kérek. Ajsemel. Yay! Ez itt lehet állítani. Didri, elfelejtettem átállítani. Igazából csak annyi a gond, hogy... Fényképező volt, elnézést kérek. Mint említettem a live elején a technika ördögön van, nagyon ellenem van. Igazából bármihez fogtam a neki, nem sikerült. Vagy rohadtul nehezen, úgyhogy... Nem, azért nem találta a fókusz, mert fényképezőre volt állítva. Nem videófelvételre. Azért nem találta a fókuszt. Pontosan próbált keresni egy fókuszpontot. Ugye amikor kamerára van állítva, mint ahogy most is, tehát amikor videókameraként működik, akkor be van állítva, hogy az arcomra fókuszáljon, tehát mindig az arcomat keresi, és az a fókuszpont. Na, kezdjük el a citromos sütit. Nem kell ennyi fog vízt. 300 gram, egész pontosan. Kellni fog olvasztott vaj. 170 gram, majd kell egy mérleg is. Úgy, polipkák lesznek, kis cuki bébi polipkák. Kell egy kis... Mire számíthatok 24 órás live-on? 24 órás live-ra. Egész pontosan. Nagyon jól tudod, jó pár 24 órás live-unk volt már, hogy soha nem tervezzük meg előre, hogy mit lesz. Ez eddig is így volt, és mindig is így lesz. Nem szeretjük magunkat beskatujázni. Sótlan, természetesen. Ez nem olyan, még kell egy kicsi. Persze, Dragon, persze. De mint aki ugye már volt nálunk 24 órás live-on, az tudja, tudnia kellene. Shadow drága, hogy nem szoktuk előre megtervezni a menetrendet, semmilyen szinten. Ugye
Hogyha érdekel benneteket, lehet, hogy egyébként frissíteni kell majd. Fent a Discordunkon megvan a meglévő játékaink listája, azok közül szoktunk válogatni. Ugye szimplán csak azért, mert live közben nem tudunk letölteni. De elég komoly játéklistánk van, főleg Rolinak, kis kocka. És azok közül szoktunk válogatni, de amúgy ennyi. Egyáltalán nem szoktuk őre megírni, hogy mikor mivel játszunk. Szasz, Robin! Melegíteni. Köszönöm, bekapcsolom a sütőt 180 fokra. Ugyanis ez a kis tészácska, ez nagyon gyorsan össze fog állni. Cukorra. Béna voltam és kiszakítottam a cukorzacskót. Jaj. Másodperc alatt kell nekem 300 g víz. Cukor. Ez ilyen nagyon finom szemű cukor, ami sütéshez tökéletes. Kisakítottam. Most fejjel lefele kell kinyitnom. Ami nem igazán ideális, de ezt megoldja. Ráveszitek, ám legyen, de nem hiszem, hogy menni fog. Ja. Hát ez több lett. Most már mindegy. Külön kellett volna kimérni. Damn it! Nem baj, jó lesz. Este kezdti meg, ugye? Én ráveszem, oké. Okay. Azt megnézem. Jénai, amit jól alaposan kibillelünk sütőpapírral. Utolsó darab sütőpapírocska. Lol. Nem tudtam, hogy kifogytam. Tökélén gyorsú bevásárolására, mert el fogom felejteni. Szűtőpapír! Nem, mondjuk ez pont megfelelő méret. Úgyhogy mázim van. Tökéletes. Fontos, hogy magas falú sütőedényben készítsük a citromszeletet, mert hogy nagyon-nagyon sok töltelék lesz benne. Majd megmutatom. Még egy icipici kell neki. Ez is megvan.
kell elmenni sütőpapírért. Tökéletesen elegendő, hál' Istennek mázlim volt. Elkeverem a cukrot, meg a litet. Nagyon pici só, csak az íz fokozó hatása miatt. Jól elkeverjük. Ez lesz az alap. Normál esetben, hogyha ilyen alapot csinálok sütinek, akkor szoktam hozzátenni pici vaníliát is, de most ugye citrom töltelék lesz benne rajta, slash. Így nem igazán érdemes vaníliát beletenni, mert hogy egyrészt úgy csak fog érződni, másrészt a citrom lesz a lényeg, úgyhogy ha túl sok vaníliát teszünk bele, akkor az ízek azért nem igazán egyenlítik ki egymást. Úgyhogy igazából csak egy ilyen kis kellemesen enyhén édes a kex-szerű alapot készítünk a citromunknak. Ebbe jöhet a felolvasztott vaj. Ha van otthon robotgépetek, használhatjátok nyugodtan azt. Nekem csak a Rozi van, úgyhogy én most Rozit fogom használni. Ups. Ennyi. Ez egy meglehetősen száraz tészta. A lényeg az lesz, hogy majd belenyomkodjuk a tepsi aljába. Nem baj, hogyha most nem áll össze. A vajat, sütés közben úgyis fel fog olvadni a vaj, és szépen föl fogja szívni minden. Úgyhogy jó lesz ez. Ime az alap, ennyi az egész. Jöhet minden ide bele. Csak így, ahogy van. Morzsoljuk el, oszlassuk el egyenletesen, és nyomkodjuk szépen le. Nyugodtan le lehet nyomkodni jó erősen, mert hogy ennek pont az lesz a lényege, hogy jó ropogós legyen majd. És ugye elég masszívnak kell lenni a tésztának ahhoz, hogy megtartsa majd a citrom töltelékünket. Ha nagyon akarjátok, egyébként összegyúrhatjátok a tésztát, és kinyújthatjátok, de ez nagyon mi az már ilyen törékeny kis tésztácska. És elég szenvedős úgy belerakni a tepsibe, és úgyis összenyomkodjuk, úgyhogy ez így tökéletesen megfelel. Úgy Rozi, én Rolit értettem! Nem, ő Rozi. Ő az én hűséges főzőtársam. Ez egy műanyag kanál. Műanyag fakanál. És azért ilyen sötét, mert sokszor fűztem vele már lekvárt. Többek között fekete szeder lekvárt és hasonlókat. És egész egyszerűen felszívta a színt
a műanyag, tehát nem azért ilyen, mert koszos, hanem mert a festék, tehát maga a természetes gyümölcs festék közben fogta szépen a kicsikét. Már nem tudom, 8 éve használom? Jó ideje. Jó, egy kis kedvencem, ő Rózi. Na, mert a 180 fokos sütőbe durván 20 percre, amíg ennyi aranybarnára sül. Indítok időzítőt. Timer. 20 perc, legyen 15 először. Ránézek majd. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, Leila, hogy hozzájárultál te is a spoiler alert gyűjtéshez. Most jön a lényeg. Tígyom! Kell egy fok. Kell egy deszka. Kell a veszelő. Ugyanis a citromhéját nem fogjuk eldobni. Szükségünk lesz rá. Mi kell nekem? Ez. Nem megért. Igazából a süti töltelék, a tényleges citromos része, az egyfajta ilyen citrompudingnak nevezhető igazából, csak ugye nem lábosban fogom megfőzni, hanem kikeverem magát a lisztet, a cukrot, a citromot, a mindent, ráöntöm majd az elősütött tészta alapra, berakom vissza a sütőbe, és úgy sütöm meg, és úgy fog szépen ilyen gyönyörű, szép, krémes, ha jól sikerül, a citrompuding töltelék lesz belőle, nagyon-nagyon kicsi. Jaj. Citrom. Így citromlére lesz majd szükségem. Lehetőleg az 3 citromból megvan, majd meglátjuk. A héját persze föl fogok használni, úgyhogy most készelem. Ja, ehhez érdemes olyan citromot használni, ami nincsen vakszolva. Ha igen, akkor langyos víz alatt jó alaposan mossátok meg, azzal lejön a vak. És utána jó alaposan törőjétek szárazra. Oh, szilat. Jubinan reszeltem le. Nem pocsékolunk semmit. Fogok egy kis kést. És kisebb darabokra vágom a citromhéjat. Egyrészt jobban eloszlik, másrészt nem lesz csomós, harmadrészt, mivel kisebb darabok van, így jobban ki fogja tudni majd engedni az illó olajtartalmát. Ennyi. Igazából nem is kell. Egyenesen mehet minden a keverőtálba.
belecsengett a fülem. Ouch. Szasz, Jenő, Mizu is. Kifacarom a levit. És le fogom szűrni, hogy ne legyenek benne magdarabok, meg gyümölcs húsdarabok. Mert attól csomós lesz majd a krém. És ezt nem akarjuk. Ténylegesen csak a leve kell. Melózási, akkor kitartás neked. Hétvégén nagyon szar dolog dolgozni. Szervezelek a srácokkal, keverőm, mert sikeresen eltört a tenge és a dob köztére. Remélem meg lehet javítani. Szia, cica! Éhes vagy, babám? Éhes vagy, kis cicám? Szia! Gyere, adok kajci, cicám, gyere! Elnézést kívánok, Rúj cica éhes. Gyere, cica! Nyilván ezt nem szereted. Hozz a kamaját. Hozz a kamaját, amit gyere, cica! Gyere, gyerekem! Rui nem nagyon szereti a kacsásot, úgyhogy hoztam neki másikat. Majd lehet hegesz, de nem fűzünk sokra, mint az... Így! Csere alkatrész! Esetleg. Na, folytassuk a citromfacsarást. Ó, na figyelj, hogyha kifizetnek érte, Shadow, annyira nem gázoz. Kezdem érezni a süti illatát. Nem pocsékolunk. Áú! 300 000, az túlva! Kell 600 g cukor. Megint ezt a nagyon finom szemét használom, mert ez könnyen fölolvad. De szerintem csak 5-50-et rakok bele, kicsit savanyúbb legyen. Tudom még hozzárakni, hogyha
túl savanyú. Ugye a citromok savassága sem mindig ugyanolyan erős, úgyhogy érdemes kicsit kevesebbet rakni először. A citromhéjat eldolgozom a cukorral. Jól összekeverem. Megdolgozom, mert így kiadja szépen a illő olajtartalmát. A cukor meg így felszívja. Ehhez kell nekem 60 g liszt. Pedig egyébként most nincsen szigorúra állítva az automódunk, úgyhogy nem tudom, hogy... Most néztem, hogy melyik... Ja, és hogy valamiért az neki nem tetszett. Nem tudom. Nem vagyok túl jó amerikai slangben, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy miért nem tetszett neki. Szóval kell nekem 60 g liszt. Tehát csak azért, hogy egy picit besűrítse. Jó lesz. Mennyi időm van még? 3 perc. Picit csomómentesre keverem. Jöhet ide bele. De is persze egy nagyon pici só. Annyi, ez már nem is kell. Ezt is elkeverem. Majd pedig kell nekem 8 tojás, szerintem ebben fogok felverni. Hol vettem a tojglikat? Tojgli... Hát akkor ott van. Ha-ha! Megvan! Csánat, és az ajtót, szomszéd én már megint hangoskodnak. Hál' Istennek nem tudjak, hogy vannak kint a kertben, amikor kint vannak, akkor elég idegesítőek tudnak lenni. Kérem, mennyit emeltek a... Poharam, kell nekem 2,5 deci citromlé, ha picit több, akkor
azért bele fogom önteni, és nem elég. Még nem tudnagyok ezek a citromok, úgyhogy annyira nem csoda. Még egy nagyon pici kell neki. Szavasz, Rosewood! Ó, meg lesz a jó idvágy, köszönjük szépen! Szia, Martin Hun! Szép napot neked is! Szevasztok, srácok! Elnézést, nagyon bele vagyok merülve itt a citromfacsarásba. Kellett egy extra citromocska, mert nem volt elég a leve háromnak, de lehet, hogy kell majd még egy. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon citromosan szeretem, úgyhogy kell a 2,5 deci. Kér. Van kis mini citromjaim vannak. Hál' Istennek eszti citrommániás, úgyhogy mindig van itthon citrom. 2-3 zacskóval. Másik névvel, mert melyik a másik neved? Rád, de tudtál gyakorlatilag mindent rólunk. Még a szerver beállításokat, meg mindent is. Mi újság veled? Hogy vagy mostanság? Na, ennyi már muszáj, hogy elég legyen. Sem. Ha már lereszeltem, akkor felhasználom ezt is. Ez az. Kicsit ilyen tejszínsűrűségű cucc lesz belőle. Jól lesz ki. Jöhet ki a keksz alap. Ah! Szia, Sophie! Hello, hello, hello! Na, kész van a süti alap. Meleg van. Hála az égnek, mondhatni. Igen, jó, ha sok a meló, de nem jó, ha sok a meló. Igen. Elég régen voltál már itt, jaja. Van ez így, az élet néha közbeszól.
Sauce Prime! Mizu, mizu, mizu! Mit a 10-0? Micsoda? Ó, mi ott főztök, Szofi? Gyors, grillezett csirke mellett csináltam hozzá piros paprikás paradicsomot. Teszed meg két darab alma, nyom, nyom, nyom. Jó kis grill csirke. Na. Ezt a keveréket megkóstolom. Mmm. Oh, nice. Ez egy az egybe. Mehet a süti alapra. És a süti alap mehet vissza a sütőbe. 25 percre. A 12-13 perc után meg fogom fordítani. Szépen egyenletesen süljön minden oldalán. És ha ügyes leszek, akkor egyáltalán nem fog megbarnulni a teteje. Hanem szép sárga marad. Hú! Hú, van érte a nyakláncom. Állított 12 percre időzítőt. Start! És sül a citromos süti. Jönnek a polipok! Csak egy kicsit összepakolom. Meg elmotyogatok, hogy legyen helyem. Bocsi! Ez már nem. Kávé! Gyümölcs, leves... Körömpörkölt. Én is kérek körömpörköltet. Ja, nem tudtam, Jenő. Nem Warframe ezek. Köszönjük szépen, meg vagyunk, el vagyunk, Roli dolgozik. Majd valamikor délután végez, jön haza, visszapakoljuk a setupot, és este 7-21 üres lát. Jajj! Úgy, polip lesz ma a menü. Kis cuki baby polipok, mindjárt megmutatom őket. Ó, Sophie, egy istennő vagy. Meg ott krumplit én is csináltam egyébként pont tegnap. 24 órás live-unkra készült be, hogy legyen kaja. De körömpörköltet már nagyon régóta tervezett főzni. Mindjárt elmosogatok srácok, aztán megmutatom a kis polipokat, nagyon kis cukik egyébként. De meleg a víz.
kellenek. Na! Szabad Danekó! Hello, hello, mi újság? Kéne már nekem is menni a henteshez, csak mindig, amikor elmegyek, elfelejtem mondani nekik, hogy rendeljenek nekem körmöt. Ami emlékeztető, hogy valamit be kell állítanom. Alig várom kész, hogy én bekajálok be, az biztos. Az biztos. Na, hozom a kis polipokat, meg még egy-két dolgot, ami kell hozzá. Először is teszek oda a vizet a rizsnek, azt már csinálhattam volna, csak elfelejtettem. Nekem ez. Meg ez. Forjon föl. Kicsit később kell. Na. Készen álltok. Nagyon cuki. Délutáni pihi. Én már megfőztem a mellett. Mi ott főzti Demeko? Ima a kis cukiságok. Nézd, nem a mellett kis cuki. Kis baby polipocska. Ezek már tisztított polipok, ami azt jelenti, hogy ki lett szedve minden a belsőségük innen, a tintával, meg minden egyéb belső szervükkel együtt, meg innen a szájukból ki lett véve a csőrük, tehát ezek teljesen meg vannak tisztítva. Szépen meg lehet őket főzni, enni. És van belőlük jó pár. Némelyik egy kicsit creepy. Ugyanis úgy néz ki, mintha az ott a szeme lenne, de az nem a szeme. A szeme az itt szokott lenni a fején, azt ugye kiszedték. De van amelyik úgy néz ki, mintha... Hát tudjátok, ez is csak ilyen minta rajta igazából. De nagyon cukik egyébként. Kis minik. Gondolkoztam rajta, hogy levágom a fejüket és ezt különfőzöm meg, de utána úgy döntöttem, hogy egybe fogom őket megfőzni. Nagyon kis cukik. Beáztatom vízbe. Jó alaposan át kell őket mosni. Ugye ezek már tisztított polipok, úgyhogy ez a nyálkás cucc is le van róluk mosva sóval. Mi az már? De hogyha egészbe veszitek esetleg a polipot, nem tudom, hogy otthon lehet-e így kapni egészben, akkor mielőtt bármit csináltok sós vízben, mossátok át a polipot, vegyétek ki a vízből, szórjátok be sóval, és dörzsöljétek át, azzal lejön ez a nyálkás cuccról. Olyasmi, mint ugye, mint amikor halat pucoltok. Újra átmosod, és teljesen tiszta, és utána ki lehet belezni, meg kivágni a csőrét. Töltött karalábé, csirke aprólékból levest, mondjuk nagyon finom, és zöldségek, meg második féle töltött karalábé. Soha nem ettem töltött karalábé. Mivel töltött meg a karalábét? Gombapaprikás, az is finn, csík. Csigának nem mond. Mert kiakad. Ezeket hagyományozni, addig előkészítek minden mást. Vaj, nem kell, hogy ezt visszarakom a hűtőbe.
legnagyobb örömömre kaptam hegyes erős paprikát. Örültem neki, mint majom a farkával. Ezen kívül ugye főzök a polip mellé még rist, és főzök mellé samphire-t, ami így néz ki. Ez egyfajta tengeri hínár. Nagyon-nagyon finom, kellemes, ropogós, nagyon finom, sós tengeríze van igazából. Forró vízben meg kell főzni, 2-3 perc, és készen is van, már elhető. Nagyon-nagyon jó lesz majd a polip mellé. Ezen kívül van még itt van egy kis ilyen szuperzöld kelkáposzta levélkém. Kicsit már szomorú, amiben a hűtőben vannak 3 napja, de most föl fogom őket ugyanúgy használni. Le fogom őket vágni a száráról, és sós vízben meg fogom őket főzni, majd pedig átfuttatom, gyorsan megfuthatom őket fokhagyma olajon. Nagyon-nagyon fincsi lesz. Igazából ilyen polip tálat akarok majd készíteni, ahhoz főzöm a rist. A poliphoz a fésre, tojásra és darált hússal, sóbors, fokhagyma apróra vágva és kivált karajba töltöm a maradék sima gombózzal az egész a kivált. Wow! Érdekesen hangzik. Én a karalábét megeszem főzve, de jobb szeretem nyersen ropogtatni, hogy őszinte legyek, úgyhogy soha nem készítettem töltött karalábét. Na, citromfű, nem tudom ki ismeri, a thai konyhában nagyon-nagyon gyakran használt fűszer. Az angol neve a lemongrass, lehet, hogy hamarabb hallottátok. Nagyon-nagyon aromás, citromos, nagyon-nagyon erős. Kell fordítani a sötét. Csiri! Oké, nem maradt úgy, ahogy én akartam, az egyik oldalon behajlott. Ilyen kicsit citromos, enyhén lájmos, nagyon kellemes, citrusos, tényleg zamata van. Meglehetősen kemény egyébként, úgyhogy érdemes apróra vágni. Most ugye elég sokáig fogom majd főzni, úgyhogy vékonyra szeletelve ez tökéletes lesz. Egészben is bele szokták rakni körékbe, ebbe, abba, amabba a tájételekbe. De így felszeretelve is nyugodtan hozzá lehet rakni a kajához. Jöhet a rizs. Főjön. Ennyi elég is lesz egyébként, mert hogy nagyon-nagyon erős. Csak itt ilyen nagyon ízletes hatása.
Szoktam citromfűtát inni, igazából nagyon sok félét szoktam inni, de hogy milyen hatása van, azt nem igazán tudom, és semmi pozitívat nem tapasztaltam, azon kívül, hogy nagyon-nagyon finom. Szia Nikolát, mi újság? Rosewood, szeretlek, imádlak, de tudod, hogy ezen a csatornán igyekszünk kerülni az érzékeny témákat. Az, hogy kinek mi a véleménye a védőoltásra, az meglehetősen megosztó téma lehet. Úgyhogy, ha lehet, ezt kerüljük. Volt már szó Covidról, volt már szó védőoltás, ugye ez olyasmi, ami most ténylegesen mindenkit érint, de keveredett belőle nézeteltérés, úgyhogy inkább igyekszünk ezt kerülni. Úgyhogy ne haragudj, de ezt kerüljük. Bocsika. Ez a citromfű nem az a citromfű. Akkor nem tudom, melyik citromfűre gondoltok. Ilyen lemongrassból is lehet-e átcsinálni. Tehát én nem tudom akkor te melyikre gondolsz, Lyra. Semmi gond, Rosewood, semmi gond. Tényleg beszéltünk már itt róla, de akadtak belőle nézeteltérések a cseten, úgyhogy inkább ne beszéljünk róla. Nem tudom, én ilyenből szoktam, gyömbérrel, pici mézzel, meg összezúzott ilyen citromfűvel teát csinálni, és nagyon-nagyon finom. Többször is lehet használni, mert ugye nagyon erős. Nem tudom, akkor melyik citromfűre gondolt. Ha esetleg keresel nekem linket, belinkeled nekem Discordon, Leila? Na, azokat tovább én mostantól. Ennyi. Na, kell egy kis edény. Jöhet egy kisebb darab gyömbér. Minden elég. És nagyon citromos illata van, ha megdörzsölöd. Az nem tudom melyik legyen. Arra nagyon kíván. Lehet, hogy tudom, de így nem ugrik be. Én ebből szoktam. Volt munkatársam... Vietnám. Csaj vietnámi. És ő mutatta nekem ezt a gyömbér, méz, ilyen citromfűtát. Én azóta iszom. Lovely Beaches! Szia, szia! Köszönöm szépen a csatlakozást, üdvít nálunk! Melissa az... Az, ami nyugtató és vesehajtó. Miket nem tudtok? Jó vásárlás, Shadow! Nem kell ízesíteni, már önmagában is olyan intenzív. Be kell írni, hogy mennyi pontszámmal szeretnél rulettezni, Nicolette. Hogyha nem tudod, hogy mennyi pontod van, akkor beírsz, hogy felkiáltja a points, és kiírja a... Mi az már a chatbotunk. Citromfű. Erre rákeresek, gyerekek, erre nagyon kíváncsi vagyok most. Bocsánat. Ez úgy néz ki, mint a csalán. Tényleg, mint a menta. Halljátok, én azt nem ismerem. Az árva csalánfélék családjába tartozó, kellemes, citromra emlékeztető, illatú, fehér virágú évelő növény. Közel-keletről származik, mediterrán éghajlatot kedveli. Halljátok, én azt nem ismerem. Soha nem használtam otthon. Nekem ez kimaradt. Ma is tanultam valami.
Fogok ilyet keresni, ki fogom próbálni. Ja, semmi gond, ugyan már. Ne butáskodj. Szia Tom, Lak, hello, hello, szép napot neked is. Erre kíváncsi vagyok, srácok. A mostanában, amivel kísérletezni szoktam, nem tudom, ti ismeritek-e, vagy otthon van ilyen, biztos, hogy van ilyen. Nagyon nagy... szia Pókica! Hát te mit csinálsz itt? Gyere csak ide! Gyere, hadd vigyelek ki! Gyere ide! Gyere ide! Hello! Ne ott szőjjé hálót, te bolond! Ne! Buta Pók! Bocsánat! Pókmentés van, gyere ide! Gyere ide! Hiha! Kis cuki zság! Gyere, kiviszlek! Bocsánat, srácok! Sült fog, nem csinálom sült fogot. Egyébként a sült tarantulát megkóstolnám. Állítólag tök jó, nagyon ropogós, meg minden. Soha nem vettem patikában teát, vagy ilyesmit, amíg otthon laktam, hogy őszinte legyek. Igazából, amíg otthon laktam, addig eléggé teasznob voltam, hogy őszinte legyek. Szóval átadtam egy picit a kamerát, mert nagyon oldalra néz. Tehát eléggé teasznob voltam, mert azért gyümölcsös teákat ittam, meg a fekete teákat ittam, de nem kóstoltam meg az ilyen mindenféle gyömbér, meg egyéb fűszer teákat, meg az ilyesmit, ez nekem teljesen kimaradt. Igen, értem, de teát lehet belőle csinálni. De az ilyen gyógynövényes cuccok az... A kamilla teát nem ittam meg, a menta teát nem, és semmi ilyesmit, ezeket ki sem próbáltam. Igazából úgy voltam vele, hogy tudjátok, gyógynövényi. De miután kiköltöztünk, ugye ahogy kilettem szolgáltatva a mindenféle kaja és egyéb változatosságnak, így előbújt belőlem a kíváncsi kis ördög, és kipróbáltam igazából mindent, ami a kezem ügyébe került. Most már napi szinten iszok menta teát, kamilla teát, amikor tél van, hideg van. A mindenféle gyógynövény teákat, ilyesmit, úgyhogy én otthon soha nem próbáltam ki ilyeneket. Famászok, pompriket, rongonozó voltok. De amit elkezdtem mondani, hogy rá vagyok kattanva az ilyen mixel kevert növényekre, tehát ilyen, hogy citrommenta, nem tudom, ismeritek-e, eszméletlen nagyon jó. Nagyon jó a fokhagyma rozmarin, amit fogalmam nincs, hogy hoztak össze, de ilyen fokhagymás aromája van a rozmarinnak, baromira jó, vagy pedig a citrombazsalikom, az is nagyon-nagyon jó, meg a citromos kakukkfű, attól vidős mindenit, az mennyire király. Hú-hú-hú! Igyekszek magot szerezni, vagy magát a növényt majd, amit ki tudok gyökeresztetni, hogy legyen a kertben ezekből. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Kifejezetten a citromos kakukkfű, az jött be nekem nagyon. A citromos menta, nagyon-nagyon halomány menta íze van csak, inkább erősebb a citrom íze, hogy őszinte legyek. Úgyhogy az kellemes, meg érdekes igazából desszerteket díszíteni, nagyon jó. De a citromos kakukkfű, hát az valami brutálisan nagyon jó. Gyömbért azt csak felcsíkozom. Igyekszem haladni a főzésem, mert megint csak dumálok, aztán így nem lesz belőle kaja. Kell engem fokhagyma. Oh! Shiny time! Még elméletileg van egy kis ideje, de ránézünk. Az íze elég szappanos, csak az illatot... Kár érte.
Nagyon fincsi citromillat van, srácok. Megnézzük, hogy mennyire állt össze. Tökéletes. Egyelőre így néz ki. Nagyon picit túlsütöttem. Akkor az igazi, hogyha nem barnul meg a széle. Behajlott a papír, de most nem akarom bántani. Most még nagyon-nagyon-nagyon puha. A szobahőmérsékleten kell hagyni kihűlni, és arra mehet a hűtőbe, és amikor teljesen kihűlt, akkor lehet felszeretelni. Ugye ez tényleg majd csak estére lesz kész, úgyhogy ezt most nem fogom tudni fölvágni, de ha benéztek 24 órásra, és éppen akkor fogok ilyet enni, akkor látni fogjátok. Alig várom már. Ja. Gyere ide, drágám, félre, mert legyél nekem útban. Kapcsoltam a sütőt. Na, szóval, hogy el is? Még kell neki egy kicsi. Fokhagyma! Hát ennyi poliknak három jókora gerenc, vagy négy kisebb simán jöhet. Ja, egyébként ha már teák, meg nem úgymond tradicionális teákról beszélünk, az örök kedvencem a jászmin. Magát a virágot is nagyon-nagyon szeretem, így az illata miatt, de teának eszméletlenül finom. Azt a mindenit mennyire finom. Úgyhogy ha van rá lehetőségetek, srácok, és szeretik az ilyen fogadmába töltött pulipáccsó, hogyha szeretitek az ilyen mindenféle teákat, javaslom, próbáljátok ki, mert eszméletlenül jó. Főleg, hogyha szeretitek a zöld teát, hogy ne legyen annyira nagyon erős íze, keverjétek zöld teához. Imádom. Szó szerint imádom. Oda meg vissza vagyok érte. Rosewood Attenborough-t hallhattuk. Köszönjük szépen. Igen, tudom, ugye kezd lehűlni a levegő, úgyhogy ilyenkor húzódnak be a pókok a házba. Csak az a baj, nekem van két macskám, és mindkettő nagyon-nagyon szeret pókokra vadászni. Úgyhogy ha látok egy ilyen rohangáló pókot, általában őket ki szoktam lakoltatni, szimpla életmentési célzattal. Az egy picit sok lenne, szerintem, Laila. Egy icipicit túlzás lenne, szerintem. Alig várom már egyébként. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a polipot. Több szerettem. Főleg ázsiai éttermekben. Egyettem már egyébként sushi is, ami érdekes volt. Ugye főzött volt a polip, tehát nem nyers volt. De ugye az ízesített sushi rizssel érdekes kombó volt. Finom volt! De nem az volt a kedvenc verzióm. Viszont főzni még soha nem főztem saját magam itthon, ez az első alkalom. Pedig nagyon szeretem, nem értem, hogy miért nem vettünk soha. Csak most ugye voltunk bevásárolni kedvenc ázsiai boltunkban. És megláttam a polipot, nem mondom, mit de vele. Úgyhogy gyorsan hoztunk haza. A fokhagymát csak kisebb kockákra fogom vágni. Nem kíván a csuklóm. Elnézést, eléggé béna vagyok vele. Picit megerőltettem a héten.
ha nagyobb kést tennék elő, kicsit könnyebb dolgom lenne, de most már csak azért se. Lesz. Nem kell tökéletesnek lennie, az a jó, hogyha vannak benne kisebb fokai madarakák. Mert ugye ezt tépla bugósra fogom majd sütni, mielőtt bármi mást hozzáadnék. Megnézzük a rizst, szerintem lassan készen van. Aha. Pont jó. Csöpögjön. Elmosom. El. Mert hogy kelleni fog. Készül majd a polipka, mert ugye ezt le fogom tudni majd fedni. Nem fogok semmit a fenekükbe dugdosni. Így is eléggé meg vannak már szegénykék gyalázva. Bocsika! Mennyire marad egyben a polip, ha meg van főzve, lehet, hogy nem véletlenül nincs töltött polip, mint főfogás. Lehet egyébként, hogy van töltött polip. Soha nem néztem. Annyira pervez vagy, Leila. Nem hiszem, hogy beleférne bármi is. Összevágom gyorsan petrezselyem zöldet. A te kedvedért meg fogok tölteni egy polipot, Leila. Teszek bele egy kis fokhagymát, mit szólsz hozzá. Nem valószínű, hogy meg fogom találni, mert elég valószínű, hogy ki fog belőle potyogni, de csak a te kedvedért legyen. Vastagabb szárakat kiszerem belőle, a több ez maradhat, mert egyrészt apróra fogom vágni, másrészt így is meg lesz főzve. Jaj, Balogh Norbert, Krisztián, nagyon szépen köszönjük a rédet. Üdv ura itt, mi újság. Visszarakhatom. Félre rakom, mert most fel kell szeretnem egy hagymát. Amihez én külön deszkát használok. Felvesz csak üresen hagyni a polipokat, olyan kapufa feeling. Na, mondjuk van benne valami. Csak kérdés, hogy ugye bármit, amit beletöltenék, nem biztos, hogy állt föl, mert egy olyan durván, hát talán 10 percig kell őket főzni. Meglátom mennyire
Ugye, tehát maga a polip ilyenkor, amikor megfogod, eléggé puha. De amikor megfőzöd, nem tudom, biztos, hogy ettél már, vagy ettetek már valamelyikőtök tintahalat. Olyan az állaga a főtt polipnak, mint a tintahalnak. Hogyha túlfőzöd, akkor gumi lesz belőle igazából. Ami jó vagyunk, nagyon szépen köszönjük. Most megy a főzőcske, utána majd jön egy jó kis 24 órás live, este 7-től. Úgyhogy igazából ennyi egyelőre. Mi jól vagyunk, Roli még dolgozik. De még egy pár óra is végez. Zsengem úgy rohagyma. Na, jött vissza az elénkém, amiben jött egy kis olaj. Gumi csirkévé sülnek főnek. Igen, mert ugye mirelit, ilyen tengeri herkentyűt kétfélét lehet venni. Van olyan, ami előfőzött. Na az, ami általában gumis tud lenni, azt tényleg csak felmelegíted és már készen van. De lehet kapni nyerset is. Igen, otthon frisset venni az szinte lehetetlen. Meg mire odaér addigra, az már nem is igazán friss. Megfutatom szépen a fokhagymát. Szükségem lesz majd egy kis szójaszószra. Főzni. Abba mit akartam? Ja, tudom. Aki frisset vesz, az átvonulhatszó. Hát valószínűleg, igen. Picit meg vannak szomorodva a levélkéim, de mi van, azt azért felhasználom még belőle. Hát ez már nem. Ugye, hogyha esetlegesen még kapsz is úgymond élő rákot, meg kagylót, meg ilyesmit, azt meg aranyáron mérik, tehát. Mert ugye az azonnal kell szállítani ahhoz, hogy még életben maradjon, mire eljut a piacra. I'm back! Ez gyors volt. Már lepirított fokhagyma. Most jöhet a gyömbér, a lemongrass, a citrombűk, meg a hagyma. Ezt is gyors megfuttatom. Csak egy kicsit. Sós vízbe. Lejjebb. Csipja hagyna a szemem, és lejjebb veszem a hőmérsékletet. Pedig ez
hogy hogy van. Miért csípedek? Szávasz, nem oda kint, mi újság, mit nálunk? Oh, köszönöm szépen a csatlakozást. Ennél is kirek gyerekek. Szokott minket nézni, azt tudja, hogy allergiás vagyok a hagymára. Ezt félreteszem egy picit, mert hogy le vagyok maradva. Azok a kis polipok. Még egyszer, hogy átmastam őket. Egyszer megmutatom őket főzés előtt, ilyen kis cukiságok. Meg vannak már tisztítva. Ugye ilyen nagyon pici a kis fejük, úgyhogy nem igazán tudok bármit bele tudni. Leila, beleraktam az összes fokaimat. Sorry! De beledugtam az ujjam. Töltött? Eszébe töltött polipok. Nem tudom róluk a vizet. Jöhet vissza. Szójaszósz. Egy-két evőkanálnyi. Fél citromleve. Kezdésnek. És ebbe a tudba jönnek a polipok. Lefedem. Polipot töltöttem, úgy, utána meg fordítva lesz, így van. Szia Mika, mizu. Hogy mint? Humáli bárom. Na, szerintem közben ez is készen van. Ilyen csak pár perc kell ténylegesen, hogy megpuhuljon a levélke. És elzártam. Leszűröm. Itt marad. Ezt már lecsöpögött a rizs. Újni, és hadd csöpögjön le. Tök jól haladok. Amúgy én adnám neked szívesen, azért nézem mennyi van, mert ha kevés van valami. Veszíteni igyekszek is. Ó. Oh. Hát remélem. Jóra fogom majd a dolgok, Mika. Kitartás! Viszont egy kicsit. Elméletileg mindent belerakolni kell. Mi egyetlen dolgot, nem? Oh shit! Elfelejtettem a hallékockát. Azt hittem, hogy van még. Nem baj, majd rakok bele zöldségeset. Oh. Nézzétek, hogy begömbbe jöttek! Kis cukik!
Ugye eleve egy kicsit vizesek voltak a polipocskák, ugye megmostam őket, meg valamennyi vizet is engednek ki főzés közben, úgyhogy elég komoly lé van most még alattuk. Egy olyan 10 percig kell őket főzni födő alatt. És durván ugyan annyi ideig födő nélkül, hogy picit besűrűsödjön az alattuk lévő szósz. Elfelejtettem, hogy nincsen hallékockám. Ez nem az otthoni halász lékocka, hanem hal kocka, az olyan, mint a csirkekocka, meg a zöldségkocka. Most teszek bele egy kicsi zöldségeset. Ó, lázas, meg köhögő ruhamaid van, hogy jobbulás neked. Az nem jó, nem jó. Gyorsan hevert ki. Mi hamarabb gyógyulás neked. Gyömbér már nem kell, ez már nem kell, ez majd mellé megy. Ez sem kell. Mondjuk. Átrakhatom ebbe. Petezselyemet majd csak a legvégén rakom bele egyébként. Még valami a hűtőben, nem ennyi, pillésre. Senki nem gondolt a legrosszabbra, csak arra, hogy meg vagy fázva. Az szarügy. Legalábbis én nem gondoltam a legrosszabbra. A Gamer Thomas! Szia, szia, jó! Mit akartam csinálni, srácok? Ezt elrakni a gyertények tőle. Úgy ülni. Na, nem tudom mennyire látjátok őket a gőztől, szépen összehúzták magukat, és kezdenek megfőni. Úgyhogy most leveszem róluk a födőt, és hagyom, hogy besűrűsödjön alattuk a lé. És már kész is van!
percben, amíg várom, hogy elfűlje a levét. Még előkészítek még ezt-azt. Jaj. Mire beszélsz, Tomlak? Micsoda? Ezt egyed magad fel, tudom, hogy elkülönted magad, mindenki úgy néz rád, mint a tifuszod lenne, az igaz, vagy covidod. De ha rosszul érzed magad, amúgy is nem kell rátenni még egy lapáttal. Nem értem, mire gondolsz, hogy rátenni még egy lapáttal. Na, ma nagyon nagy halott vagyok, tehát itt ne foglalkozzatok velem, srácok. Én iszom a kávémat, kevergetem a polipot. Főzőcskézek. Ja, a szégyenkezésed? Ne. Jogos, jogos. Ugye én asznás vagyok. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy köhög, na nálam az a legrosszabb, mert nekem hihetetlen röhögő, pazeg, köhögő görcseim szoktak lenni. Ugye még minden asznásnak ez a majd megfulladsz meg minden. Ugye, ha valaki azt mondja, hogy köhög, átérzem, hogy ez mennyire rossz. Ugye most volt, most már egy hónapja talán, hogy ugye annyira köhögtem, hogy elment a hangom egy hétre. Olyan, én tudom, miért a köhögés. Szóval... Nem hinném Tomlak, hogy bármi rosszat, vagy nem hinném, hogy Tomlak bármi rosszat akart ezzel, tehát így. Ne értsd félre, tehát nem hiszem, hogy bármi rosszat akart ezzel, éppen pont az ellenkezőjét akarta. Lényeg, hogy jobbulás neked, Mika! Jobbulás neked, Mika! Múljon el a köhögésed, meg a habcibacid! Én egyébként nyáron rendszeresen beteg vagyok, srácok, és az a durva, hogy nyáron szoktam beteg lenni. Mondd már a légkonditól. Hú, én úgy meg tudok fázni a légkonditól, hogy az valami hihetetlen. OMG. Az az érdekes, hogy ennek nagyon sok leve van, de kezdenek komisodni. A kis polipocskáim. Miért nem tűnik vészesnek? Na, meglátjuk, milyen lesz. Rengeteg leve van még. Lehet, hogy csalok majd is besűrítem egy picit. Vagy. Egy picit félek, hogy túlfőzöm őket. Viszont nagyon jó illata van, azt kell, hogy mondjam. Kikapkodom őket, besűrítem a levét, visszarakom őket, és kész. Nagyon kis cukik egyébként. Az eredeti méretüknek durván a felére mentek össze, ami ugye normális. Nagyon kis cukik. Oh, nice! Én amíg metróval jártam, rendszeresen tüdőgyusszim lett nyáron, mert izzadtam, lementem a metróba, hogy szauna volt, aztán jött a járat és tolta magadat a húzatot. Na, az meg a másik, igen. Igen, az is ismerős, az is ismerős. Ugye, én nem Pesten élek, tehát mielőtt kiköltöztünk volna ide Angliába, meg ugye Londonba, én nem nagyon metróztam, csak párszor Pesten, amikor fönt jártunk. Tehát én nyáron, napközben, aztán meg végképp nem metróztam soha.
Úgyhogy fogalmam nem volt, hogy a metróban lent iszonyat meleg van, gyerekek. Brutálisan meleg van. Az ember nem hinni egyébként, hogy a föld alatt vagy pince, az általában hideg szokott lenni. Nope, a metró az rohadtul meleg. És ugye ennek megfelelően a metrókocsik között, ugye ahol van az ajtót, ki szokták nyitni az ablakokat. És iszonyat húzat van a metróban. Tehát amikor bent ülsz a metróban, vagy éppen állsz, vagy minden, eszméletlenül brutálisan húzat van. Nyáron Londonban a metróban rendszeresebben mondják, hogy vigyél magad a hidegvizet, blablabla, minden hűtő, ilyen lapokat, vizes törölköző, ez az a módon van, hogy ilyen 50 plusz fok van lent a metróban. Eszméletlen, undorító, brutál meleg van. Ha már hurutos köhögésem van, az azt jelenti, hogy már elmúlóban van a köhögés. Nekem a legrosszabb száraz köhögésem van. Utálom. Inkább legyen hurutos köhögésem. Tüdőröngenre volt egy évben 4-5 röngenezésem volt. Semmire persze. Hát ugye nem lát bele a tüdődbe, úgyhogy a röngen a legjobb megoldás arra, hogy bele tudjon nézni. De hát, ja. A legrosszabb a köhögés egyébként. Én nagyon utálom. Nagyon szépen. Szűrűszödik, közben ezt a vizet lassan fölmelegítem, hogy meg tudjam főzni a Samfire-t. Nem tudom egyébként, van-e magyar neve a Samfire-nek. Megnézzük. A Google fordítóban. Azt írja, hogy Samfire. Oké, köszönjük szépen. Google fordító. Szóval közben előkészítek még egy-két dolgot. Kis hegyes erős. Ezt egyébként ázsiai boltban vettem. Kilós csomag volt 3 font. Kilós csomag volt 1 font, ami ugye ilyen 300 forint. Nem tudom pontosan most mennyi a font magyar pezóban. És az az igazi hazai, kellemesen, enyhén csípős, nagyon-nagyon zamatos, hegyes elős zöld paprika. Annyira megültem neki. Már megettem belőle, vagy 6-ot. Köszönöm, Shadow. Igen, szerintem az lesz. A szósz az most sűrűsödik. A polipok már meg vannak főve. Kis cukiság, nem tudom mennyire látjátok őket egyébként. Az eredeti méretüknek durván a felére mentek össze. Nem tudom mennyire. Lehet őket látni. Lát a kamera, így néznek ki. Nem jól látszódnak, nagyon kis cukik. Alig várom, hogy megyek őket. Most sűrítem be hozzájuk a szószt, meg készítem a köröket. Mindjárt készen van. Mindjárt zabbantók. Utána egy kis pihi, és este 7 órától 24 órás lesz. Szicsófű a magyar elnevezése? Köszönöm szépen, Leila. Erről beszélünk egyébként. Itt Angliában ettem egyébként először ilyet, úgyhogy én csak Samfire néven ismerem. Forra vizem. Úgyhogy abban most jöhet is bele a kis gyönyörűség. 3-4 perc. Nem kell neki sok, csak hogy egy picit megpuhuljon. Retek.
Ja egyébként, hogyha megtöltöttem volna a polipok fejét, valószínűleg kicsúszik belőle, mivel megtöltöm, mert ugye összementek ilyen nagyon-nagyon picire. Nagyon szépen köszönöm neked is, hogy hozzájárultál a spoiler alert gyűjtéshez. Jó, ennek elég nagynak tűnik a magja. Kicsit kiábrándítom, amikor ilyen az avokádó. Becsíkozom. Irányba is. És hamuszokat csinálok belőle. Csinik lesznek majd a tányéron. A kanállal kikanalazom. Szépen sűrűsödik a szósz. Szerintem jó is lesz lassan. És még kell egy nagyon-nagyon pici. Közben ez már nem kell. Ez sem kell. Ez sem kell. Szia, szia! Mi újság veled? Elfelejtettem a fokhagyma olajat. Hát srácok, én szerintem erre rámondom a... Nem, még egy kicsit sűrűsödjön. Még egy picit. Nice! Hát már megvan minden, ami kell. Rizs. Meg egy csini kis tányér. A polipkák. Ez is kész. Gőzölődjön. Visszarakom. Jöhet egy pici fokhagymaolaj. Shit. Hadd kibírom nyitni. Mi a helyzet veled, Antik? Hogy mint? Basszus. Hát, hogy nem nyitom ki a fokhagymaolajat. Két kanál fokhagymaolaj, pici só, felforrósítjuk,
Épp ilyenem ki az ebédet? Legjobb. Legjobb, legjobb. Beütött a kajakuma, gondolom. Mi út kajcsisztál? Én mindjárt zabbantok polipot, gyerekek. Uff, vártam már. Készen is van. Megpárolt kelkáposzta levelecskékből kipréselem a vizet, mert hogy nagyon vizesek. És ezt nem akarjuk belerakni a forró olajba, mert köpködni fog. Mint mondtam, köpködni fog. Készen is van, forró fokhagymaolaj, pici só, beleforgatod, eszméletlen finom. De mi vagyok, polipa fogta meg a fajcikákat. Na! Tálalás! Jababán! Na! Először is. Szülinapot a mamádnak! Jó kis szülinapi menü, jó is az. Nyom, nyom, nyom. Kiszedem, nem akarom, hogy megsüljön. Na nézzük. Polip. Nem. Össze minden más. Ugye ez a polip szósz, ugye, amiben készült a kis polipunk, ez nagyon-nagyon ízes, nagyon erős. Nem mondom, hogy sós, nem sós. Ez a, az úgynevezett, ez az umami. Tudjátok, ez a nem édes, hanem sós íz, de nem sós-sós, hanem ez a semleges, kellemes. Ez az úgynevezett ötödik íz. Enyhén citromos, nagyon-nagyon fűszeres fokhagymás. Nagyon finom egyébként. És ugye ehhez érdemes friss zöldségeket is enni, mert az segít kiegyenlíteni az ízeket. Ezért is készítettem hozzá egy kis kelkáposztát, ugye ott vannak friss zöldségek, jöhet hozzá egy kis avokádó, csak felkockáztam. Sózni nem kell, mert eléggé sós a polip. Béna vagy. Na, jöhetnek a polipok. Oké, cokiki. Nehéz lesz kibírni, ne egyen meg az összeset. Hagyjak Rólinak is egy kicsit. Gyere ide mamához. Jó lesz. Szósz? Mm. Oh, nice. Hagymából is. Hú! Jó erős. Íze van.
így sem van a polipacora. De... gyönyörű kis tálacska. Ez most ezt ide is hallja. Szia, szia! Köszönöm szépen, hogy benéztél! 24-én lesz 89 éves! Egyem a kis szívét! Ha boldog szülinapot neki előre is. Ó, csináljak róla a képet? Várjatok, kupi van gyerekek. Ja? Már megfelejtettem. Még egy kis extra pokhagymaolaj. Éreztem, hogy elfelejtek valamit. A babcsira. Na, mindjárt összepakolunk, aztán csinálok képet, főnökasszony. Ez már nem kell. Ez már nem kell. Kávét félrelapjuk. Egyébként, hogyha nem szöszöltök vele annyit, mint én, ez a kaja 20 perc alatt kész van, fél óra, rizsfőzéssel együtt maximum. Na, csináljunk képet, és utána együnk. Don? Most már tényleg ezek. Jó étvágyat mindenkinek! Kis cukiságok. Na nézzük, milyenek lettetek. Nem mondod, de cuki vagy, Leila! Köszönöm szépen, srácok! Nagyon picit túlfőztem. Ugye soha nem főztem még itthon polipot. Egy icipici drágós, de nagyon ízletes. Érződik a sok-sok fokhagyma. Mellette a citrom. A szójaszósz kellemes sósága. Fakon feszti! Tudtam, hogy elfelejtek valamit. Ha kimarad a legjobb dolog. Azt hiszem, túl sok mindent terveztem erre a kis tárra. Rossz tálat választottam. Kimaradt azért. A hínár. Itt teljes a kép. Szóval, nagyon finom. Kell hozzá a mindenféle zöldségkrém, mert nagyon-nagyon ízes a szósz. Ott van. Eredetileg a receptben... Opa, az meleg. Eredetileg a recept az... a chilivel készül, tehát chilivel főzöd együtt a polipokat. De Rollinak a gyomra nem mindig bírja a paprikát és a csípőset. Úgyhogy direkt nem főztem csípősre.
De az eredeti recept, amit néztem, az chili paprikával készül. Nem van közöröm, Leila. Igen, igyekszem szépre tálalni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a szemeddel kezdesz eledni. Tehát, ha a kaja nem néz ki jól, akkor nem fogsz neki olyan jó étvágyjal. Demon Lib, nem tudom, hogy kell kimondani. Szia, szia, üdvít nálunk, nagyon szépen köszönöm a csatlakozást. Még jól fogod magad érezni. Én most nagyon jól érzem magam. Pici polipokat eszek. Az, tömény tenger. Nagyon. Ja, hogy te most az evőversenyre célzol, a László. Hát nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy másnap sírtunk a WC-n. Rolival. Az érdekes történet volt. Legközelebb, hogyha baby polipot főzök, akkor hamarabb kiveszem majd őket a szószból. Hogyha rendes nagy felnőtt polipot főzöl, azt mondják az okosok, hogy van, hogy két és fél órá kell főzni. De kicsiknek sokkal kevesebb idő elég. A gyomorsabb tenger polipjai. Hát igen, most már igen. Ez jó kaja. Nem mondod komolyan! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gipcabot. Nagyon gorosz vagy, hogy evés közben. Toltad el, de nagyon cuki vagy, nagyon szépen köszönöm. Cukorka time, remélem valami finom lesz. Aki úgy itt nálunk, most megmutatom, itt van ez a kis tál, tele cukorkával. Ez Harry Potter féle mindenízű cukorka. És mi minden egyes szobés gipszava alkalmával húzunk egyet. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most jó ízű lesz. Ugyanis nagyon finom a kaja, amit ez képen. Oké, okay. Ezt én húzzál. Barna? Kolbászos. Cukros kolbászos. Hál' Istenem, nem hányás, mert zárt tojás, úgyhogy köszönöm szépen. Jó lesz, hogy koszozzunk. Koszozzokni egyébként nincsen ezek között. Milyen íze van a koszozzokninak egyébként, tudja valaki? Én még nem nyaltam meg az oknimat, úgyhogy nem tudom. De már elég régóta jár hozzánk ahhoz, hogy szerintem tudott róla a kis gonosz. De... Ha-ha. Ez csak fura ízű volt, nem volt rossz.
Csak gonosz. Aha. Eszti boldog. Jó hozzá egyébként a csípős. Picit rágós lett, de ez az én hibám. Magának a polipnak egyébként olyan íze van, mint a tintahalna. Azt kell, hogy mondjam. Igazából rokonok. Igen, mi mazohisták vagyunk, tehát mi szeretjük. Szeretjük a fáj. Most srácok, szerintem. Én lassan elköszönök. Azt befalom. Befejezem a heti kóstolónkat. Ugye minden héten szombaton kerül ki a YouTube-ra a heti kóstolónk. Ledőlök picit pihizni. És este 7 órától. Nem hova baj ezzel is. Este 7 órától jövünk Rolival egy 24 órás live-val. Ahol várunk meg mindenkit szeretettel. Megmutatom még egyszer a sütimet. Most még nem fogom tudni fölvágni, mert nagyon-nagyon meleg. Be kell raknom majd a hűtőbe. Kell pihenni 1-2 órát. Elnézést, bifike. De este meg szépen föl fogom vágni. Majd linkelek róla képet, megy majd Instagramra ez is. Ezt ilyen befaló Bill! Simán. Simán gyerekek, simán. Na, de megyünk és megérdemünk valakit. Pillanat is jövök vissza. Ez már ilyen szombati hagyomány szerintem, megyünk és megvideljük Balkül. Ő mindig fönt van szombaton. Igazából azok közül, akiket meg szoktunk védeni, most csak ő játszik. Ha jól láttam, Bobol, úgyhogy nézzetek be hozzá. Nagyon cuki kis csajsz, imádom. És be fogok hozzá majd köszönni. Nem sokára fölkerül majd a heti kóstolónk, ugye a YouTube-unkra, ahogy ezt említettem is. És este 7 órától várom majd benneteket vissza szeretettel egy 24 órás live-val. Addig is puszi-pacsi mindenkinek, legyetek jó kis szobatiszták. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen a szubot, meg a követéseket, meg a mindent is. Sziasztok, később találkozunk!